Hogy tetszett a tegnapi magyarok a Barszáér film? Úgy gondolom, hogy hasznos volt mindannyiunk számára, hiszen olyan tanulságok voltak benne, amik pozitívok számunkra és építőek lehetnek. Nagyon tetszett, örülök, hogy egy ilyen ember foglalkozik egy ilyen szintű csapattal, mint a Barcelona, és megcsinálta ezt filmbe is, mert jó látni, hogy Kubala, vagy éppen Kocsis, vagy Cibor, hogy nőtt fel, hogy játszottak a Barcelonába, és szerintem egy pozitív élmény volt mindenki számára. Nagyon tetszett, nagyon sokat lehetett belőle tanulni, főleg Kubalának az életéről szólt igazából, de a többi magyar legenda, aki a Barcelonába játszott, róluk is szólt. Igazából legalább jobban megismertük a nagy magyar játékosoknak a történetét a Barcelonában, de úgy gondolom, hogy lehetett belőle tanulni, igen. Tényleg. Nagyon sok mindent tudtam a Barcelonáról, de az, hogy a három magyar játékost hogy szerették, az nagyon meglepett. Van kedvenced hármajuk közül? Hát Kubala. És miért? Hát igazából miatta bővítették fel a Camp Nou-t, és hát nagyon szerették Barcelonában mindenki. Emberileg mi az, ami megfogott benne? Hát csupa szívjátékos, nem csak magáért játszott, hanem a csapatért is, és ezért imádták őt nagyon a csapattársak is, és a szurkolók is. Nekem a Kocsis fogott meg leginkább, ugye már fejesei miatt, ugye nekem is azt kéne gyakorolnom, mert nem megy annyira, de tényleg a Kocsis volt az, aki legjobban úgy megfogott közülük. Nagyon tetszett, amikor Kubala életét mutatták be. Nagyon érdekesnek találtam, sokat lehet belőle tanulni. Láttuk képeket Kubaláról, meg a Ciborról, hogy milyen kis szegény környezetből nőttek ki magát, és milyen nagy játékosok lettek, és mindenki imádta őket Barcelonában. Nem ismertem egyébként a történetüket, de örülök, hogy most már ismerem nagyjából őket.